Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, két vendégünk van a mai napon, Balázs Krisztián, az FTC ifjúsági olimpiai bajnok tornásza és edzője Nagy Zoltán. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Hát Krisztián, amikor azt nyilatkoztad, hogy álmaimban sem gondoltam volna, hogy ezeket a sikereket elérem, akkor mi az, amiben álmaidban gondoltál? Mi az, amire a legszebb álmodban gondoltál, hogy elérheted az ifjúsági olimpián? Hát abban bíztam, hogy megcsinálom minden gyakorlatomat, és hogy az mennyit ér, azt nem tudtam, de abban bíztam, hogy finálézni fogok az erőszereimen, de az, hogy érmes leszek, azt nem gondoltam. Ugye nagyon jól szerepeltél a korosztályos Európa-bajnokságon, tehát ismerted az ellenfeleidnek egy nagy részét, de mennyit ismertél közülük, akik ott voltak itt most az ifjúsági olimpián, tehát mennyire volt számodra új a mezőny? Hát az Európa-bajnokságon ott voltak 18 évesek is, és ők nem indulhattak az ifjúsági olimpián, szóval az ifjúsági olimpián 2001 és 2000 volt a korosztály, de nagyjából ismertem az ellenfeleimet. Mennyire volt ez nehéz verseny számotokra? Mert azért most már túl vagytok jó néhány olyan versenyen, ahol nem lehetett tudni, hogy mi lesz, jól sikerült, jöttek az eredmények, nyilván ahogy jönnek az eredmények, egyre nehezebb aztán utána hozni újra az elvárásoknak megfelelőt. Szóval mennyire volt ez nehéz? Hát nyilván, mivel nem ismertük a mezőnyt, így nagyon nehéz volt, megszervezés teljesen más volt, mint az eddigieket, amit megszoktunk. Milyen értelemben? Akár az Európa-bajnoksághoz képest is. Hát például abban, hogy a selejtezőt azt 4 napra szétosztották, és az eddig mindig egy nap alatt véget ért, és így most 4 napon keresztül kellett formába hoznia magát, 4 napon keresztül kellett bemelegíteni, időpontokat betartani, edzeni, szóval sokkal hosszabb volt ez a felkészülés, meg a selejtező. Mikor érezted azt, hogy most már nagyon fáradt vagy, most már nem tudsz koncentrálni, most már nem tudsz odafigyelni dolgokra, amiatt, hogy újra és újra maximális 100%-os formába kellett hoznod magad. Volt ilyen egyáltalán? Hát a felkészülés vége felé sokszor éreztem, de próbáltam mindig erőt meríteni, és... És a versenyen? Versenyen nem volt holdpont? De volt ott is. Mikor? Hát például a bemelegítéseknél. Ja, azok nem estek jól annyira. Nem. És mikor van ez a pillanat, amikor elfeledkezel mindenről, és amikor már nem fáj semmi, amikor már nem izgulsz, amikor már nem foglalkozol semmivel? Talán amikor bemegyek a pódiumos terembe, vagy a bemelegítés után. Azt mondtad, hogy nagyon higgadt versenyző. Azt nyilatkoztad itt az olimpia után, hogy amikor a szerem volt, akkor azt láttad rajta, nyilván jól ismered már az arc kifejezéséből is, tudod, hogy mire gondol, vagy éppen milyen állapotban van, hogy nagyon-nagyon higgadtan csinálta végig a gyakorlatokat, pedig nagyon fiatal még. Így van, és ezt idén figyeltem igazából, meg idén voltak olyan versenyeink, ahol igazán téthelyzetben versenyeztünk. Ugye volt egy kvalifikáció az olimpiának, volt egy Európa-bajnokság, meg most az olimpia. És az EB után tudtam azt mondani először, hogy amikor megszólítják és fölrakom a szerre, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve nem látszik rajta semmi, tehát úgy mozog, mintha edzésen lenne, tehát nem lenne tét. Előtte egy külön világban lenne? Igen, a bemelegítésben látszik azért a tétnek a nyomása, de ahogy megszólítják és fölrakja a kezét, onnantól kezdve jön az a higgadság, ami most derült ki számunkra, hogy ez így megy. Fantasztikusan szépek az érmek, egy arany, egy ezüst, egy bronz, pontosan úgy, ahogy lennie kell ennek. Volt már olyan pillanat, amikor úgy leraktad magad elé, és nézegetted, és úgy visszagondoltál arra, hogy mi minden történt ahhoz, hogy mindezeket meg tudsz szerezni? Amikor hazaértem, és oda tettem az Európa-bajnoksági érmem mellé, akkor így visszagondoltam, hogy mennyi munka van ezekben, és hogy mennyi szenvedés, de megérte. Egy kicsit rakjuk helyre ezeket az érmeket, jó? Ez az a pillanat, itt beszélgettünk előtte, amikor nem feltétlenül az aranyérem a legértékesebb a három közül. Így van. Az ezüst meg a bronzérem azért értékesebb számunkra, mert azt ugye egyéniben szerezte, az egyiket ugye Talajon, a másikat meg Newton, és az aranyérmet pedig egy olyan csapatversenyben szerezte, ahol több nemzet, több tornaszakák sportolóit sorsolták, vagy rakták össze egy csapatba, és ezek a csapatok, amik idegen versenyzőkkel voltak kitöltve, ők szereztek érmeket, és tulajdonképpen ez egy csapatverseny, egy több nemzetes csapatversenynek a végeredménye, ami valamilyen szinten egy pici szerencse is, meg nyilván az ő teljesítmény is hozzájárult ez az eredményhez, de hogy nem a csapat eredmény miatt utaztunk, hanem az egyéni eredmények miatt utaztunk, és azok is sikerültek, úgyhogy ezeket tartjuk fontosabbnak. Mennyire más az olimpia hangulata, mint a többi versenyé, beleértve mondjuk az Európa-bajnokságot is, beleértve a magyar bajnokságot is, hogyha mindent megnézünk, akkor mennyire más ez? Hát ez teljesen más igazából, mert több sportolóval vagyok
egy szálláson, például az olimpiai faluban ilyen más versenyen nincsen. De ez a versenyzésedet mondjuk nem befolyásolja. Verseny szempontjából mi az, ami más? Verseny szempontjából a terem, ugye az, hogy pódiumos, mondjuk egy más nemzetközi versenyen nincsenek pódiumok a szerek alatt, például egy Európa-bajnokságon ott vannak, de egy sima nemzetközi versenyen nincsenek, és az ifjú olimpián is volt. És ezek a körülmények téged tudnak befolyásolni, akár jó, akár rossz irányba, hogy mondjuk akár jobban izgulsz, akár jobban fel vagy dobódva attól, hogy mondjuk közönség van, hogy szurkolnak, hogy sokan vannak, hogy jó a hangulat, hogy pódiumon vagy, szóval hogy befolyásol ez téged? Általában hál' Istennek pozitív irányba befolyásol, de volt olyan is, hogy negatív irányba. De amikor azt mondod, hogy ő jó versenyző, akkor gondolom, hogy általában az szokott történni, hogy amikor ő elkezd versenyezni, akkor ezeket már ki tudja zárni. Jól gondolom? Hogy látod te kívülről? Igen, abban a pillanatban, tehát ahogy a gyakorlat következik, a melegítés közben az ember kikacsingat, és megnézi, hogy kik vannak ott, és nyilván sok magyar volt másik sportákból is, akik jöttek szurkolni, szóval az ember így is oda néz, tehát megnézi, hogy kik szurkolnak, és látjuk, hogy sokan vannak. Viszont abban a pillanatban, hogy a gyakorlat következik, tehát amikor megszólítják és fölkerül a szerre, onnantól kezdve ezzel nem foglalkozik. Tehát onnantól kezdve a gyakorlat van, amit gyakorolt olyan sokáig. És mi a helyzet veled, amikor ott kell lenni? Ott vagy végig a bemelegítésnél, ott vagy végig a gyakorlatnál, ugyanakkor már ott tenni nem tudsz semmit, csak végignézed teljesen tehetetlenül azt, hogy mi történik. Szóval mi van veled olyankor ezeken a versenyeken? Én úgy érzem magam, hogy a bemelegítés közben nem izgulok, mert ott még tudunk kommunikálni, meg tudunk javítani, vagy egyszer bármit változtatni, hogyha kell. Viszont amikor a gyakorlat következik, ott vagyok, onnantól kezdve vagyok én tulajdonképpen tehetetlen, tehát fölkerül a szerre, és én is csak nézni tudom a gyakorlatot, meg a végén tapsolni, tehát ott közben nem tudok semmit csinálni már, úgyhogy olyankor izgulok nagyon. Változott bármi az életedben attól, hogy ezekkel az aranyérmek, illetve ezzel az aranyéremmel és a két másikkal tértél haza innen erről az ifjúsági olimpiáról? És nem feltétlenül a külvilágban, de benned például változott valami attól, hogy tudod, hogy meg tudod csinálni? Hát azon kívül, hogy nagyon sokan gratuláltak tényleg, és van, aki máshogy áll hozzám, én belül nem érzem magam másnak, és szerintem ugyanúgy kell edzenem, ahogy eddig, próbálni minden nap kihozni magamból a maximumot, mert csak akkor lesznek következő eredmények. Fantasztikus sikereket ért el ez a sportág, de jó ideig aztán úgy tűnt, mintha elfeledkeztek volna róla. Gyakran nem voltak olyanok a körülmények, hogy igazán öröm lett volna ott lenni és küzdeni azért, hogy az eredményeket el lehessen érni. Nekem úgy tűnik, hogy azért most egy kicsit talán, mintha jobb lenne a helyzet, és mondjuk az eredmények is jönnek. Hát igen, talán annak köszönhető, hogy együtt ez a felnőtt válogatott egy terembe, az ifjú válogatott is egy terembe, nagyon sokat találkoznak egymással, és van egy ilyen csapat összetartó jellege az edzéseknek, illetve az edzőtáboroknak. Meg nyilván annak is, hogy a torna az a kiemelt sportágak közé, a anyagilag támogatott sportágak közé tartozik, és így a felszerelések, a termek, meg a különböző ehhez szükséges felszerelések megvannak most már, legalábbis egy nagy része megvan most már ahhoz, hogy eredményes tornát tudjunk csinálni, és ez a 4-5 év elég volt arra, hogy ezeket az eredményeket tudjuk produkálni. Nyilván ahhoz, hogy még szebb eredmények legyenek, ahhoz még hosszabb idő, meg még több támogatás kell majd, meg energia, meg belefektetett munka, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Jól tudom én, hogy te úszóként kezdted a sportolói pályafutásodat? Igen, torna előtt úsztam. Ez borzasztó nagy váltás, tehát az egyáltalán nem evidens, hogy valaki úszásból tornára váltson. Hát igazából annyiba volt közel egymáshoz, hogy ott volt az úszoda a tornaterem mellett. Helyileg volt közel egymáshoz a két sportág. És úszóedzések után bementem nézni a tornát, aztán... Mi tetszett meg? Hát a teljesen más mozgásforma, hogy sokkal úgymond szabadabban mozognak. Arra emlékszel egyébként, hogy kit láttál ott a teremben? Kötődik ez valakihez, vagy egyszerűen csak láttad azt, hogy mit csinálnak a tornászok, és megtetszett, és szeretted volna csinálni? Nem kötődik igazából senki, ezt csak láttam, és megtetszett. És mennyire könnyen tanulta meg azokat a dolgokat, amiket meg kell tenni? Nagyon korán kezdik általában a tornát azért a versenyzők. Mennyire gyorsan tanulja ő azokat a dolgokat, vagy tanulta meg, amik kellettek ahhoz, hogy ilyen eredményes legyen? Hát rendkívül gyorsan igazából. Körülbelül 2-3 évvel érkezett később, mint a többiek. Tehát abban a haladó csoportban, ahol ő érkezett, az a csoport körülbelül 2-3 évvel azelőtt kezdett edzeni. És ő ezt a durván 3 évet
hát kb. Egy év alatt tudta behozni. Tehát nagyon gyorsan felvette azt a ritmust, amit a többiek diktáltak. Egyébként az ügyessége miatt nagyon gyorsan tanul elemeket is, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Fantasztikus az a siker, amit elértetek, én gratulálok hozzá, és remélem, hogy nagyon-nagyon gyakran fogunk még itt találkozni, egy-egy siker után főleg. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen. A meghívást. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.